A sikeres emberek nagyon jól tudják, hogy egy igazán jó nap reggel kezdődik. Ezért semmit sem bíznak a véletlenre, hanem pontosan megtervezik a reggelek minden mozzanatát, aminek köszönhetően ők egész nap lendületesek, energikusak és hatékonyak lehetnek. A rutin este kezdődik. Egy jó nap egy jó reggellel indul, egy jó reggel pedig már előző este megkezdődik. Ahhoz, hogy reggel a rutin elvégzéséhez szükséges időben fel tudj kelni, este időben le kell feküdnöd. Lefekvés előtt 2 órával ne használj semmilyen elektronikai eszközt, hiszen tudományosan bizonyított tény, ezek az eszközök nyugtalan, zavart alváshoz vezetnek. Tehát ne tévézz, ne facebookozz, ehelyett inkább olvas egy könyvet. Ezen kívül fontos, hogy előkészítsd mindazt, amire még reggel szükséged lesz. Az első rutin testmozgás. A legtöbb ember nehezen tud reggel felkelni. Még annak is, akinek ez sikerül, időbe telik, amíg rendesen beindul az agyműködése. Pedig ahhoz, hogy bármit meg tudjunk tenni, pontosan erre van szükségünk. Egy jól működő agyra. Ezért minden sikeres embernél a reggeli rutin része a sport. El sem tudod képzelni, hogy csupán napi 5 perc intenzív testmozgás milyen csodákra képes. Természetesen, ha már most napi 1 órát edzel, ne redukáld ezt le 5 percre. Ha te is a többséghez tartozol, akkor valószínűleg nem része a napodnak a testmozgás. Mit csinálj? Bármit, ami neked kényelmes és megduplázza a szívverésedet. Az általam leginkább javasolt gyakorlat a HIIT edzés, azaz a High Intensity Interval Training, magyarul a magas intenzitású szakaszos edzés. Azaz rövid, de robbanásszerűen intenzív edzés szakaszok és rövid pihenők ciklikus ismétlődésén alapuló mozgásforma. Keresd rá az interneten, a YouTube-on, számtalan ingyenes gyakorlatot fogsz találni. Ha erre nincs időd vagy kedved, ugrálj vagy szaladj egy helyben 45 másodpercet, majd pihenj 15 másodpercet, és ismételd meg mindezt 5-ször. Ha kész vagy, irány a zuhany, és a trükk az, hogy a lehető leghidegebb vizet használd. Az ébredés garantált. A második rutin a tervezés. Van egy törvény, ami azt mondja, bármilyen terv jobb, mint a semmilyen. A legtöbb ember sajnos bármilyen terv nélkül indul neki minden napjának. Nem csoda tehát, hogy sokszor összecsapnak a hullámok a fejük felett, káosz és stressz uralja a mindennapjaikat, estére mindig kimerültek, frusztráltak, idegesek. A sikeres emberek ezzel szemben mindent megterveznek. Az első dolog, amit meg kell tervezni, hogy mi az az egy dolog, amit ha elvégzel, a nap végén azt mondhatod, hogy sikeres napod volt. A többit se bízd a véletlenre. Írd le mindent, amit aznap el kell, vagy el szeretnél végezni. Azután pedig használd az Eisenhower Matrixot, hogy eldöntsd, milyen sorrendben fogod ezeket elvégezni. És a bónusz tipp, mit ne tegyél reggel. Semmiképp ne nyúlj a telefonodhoz. Mindaddig, amíg nem végeztél a reggeli rutinnal. Ha egy olyan reggeli rutin szeretnél kialakítani, ami garantáltan hozzásegít téged a céljaid eléréséhez, ajánlom figyelmedbe a Start reggeli rutint, amit megtalálsz a következő linken. Sikert és boldogságot!